Mindenkit a Gyermei János Általános Iskola Alapítványi estén, amely immár a 9. a sorban. Különös köszöntöm Tóth József önkormányzati képviselő urat. Parkai János Editet, az Orci István Általános Iskola igazgatója. Kérem, fogadják szeretettel, oly szeretettel műsorunkat, amilyen lelkesedéssel készültek rá gyermekeink és nevelőink. A korábbiakkal kicsit módosítva, kicsit ellentétben, az idei alapítványi műsorunk 3 felvonásosra sikeredett, hiszen oly sok gyerek szeretett volna szerepelni, hogy egy húzamban ez nem lehetne végül. 2 szünet, 2 kis pihenő, és a végén tombola sorsolás zárja az estet. Szívből kívánom, hogy érezzék jól magukat, és kérem Erdőd Irén kolléganőt a műsor konferálja végig. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Alapítványi estünket a 6. osztály fogja megnyitni Bécsi Keringővel. Felkészítőjük Moritz Miklós.
a Dolce Bar csoport is rakmerkezik. A csoport tagjai 3 éve báboznak, a most következő műsorunkkal a gyermekbábosok 8. fesztiválján nagy sikerrel mutatkoztak be. Bajnokbábokkal játszanak Mátyás Mondát, melynek címe az igazmondó juhász. Thank you.
Thank you.
hazugság, még nem a világ. Na, hiszen te, kedves uram, egy lána kincsért hazudnád a napot az égről. De kisasszony! Jó, hogy én mit vagytok! Hamarosan megérkezik Pizdi barátom, és reményem szerint beismerve csúfos feleségét, elmeséli az elmúlt órák eseményét. És mikor a hiába ígért Jánosomnak mesést vagyok, nem tudta elérni, hogy napi beszámolóját hazugságot küszerezi majd. Estére pedig gazdagot már csapunk, tánccal, díj zenével, hogy elnyertem a fél burkus országot. Nagyszerű pompás, már is vannak, fogadjuk. Drága barátom, ugye jó híre jössz, mondd hamar! Csak lassan-lassan, minden sorjában. Büszke lehetsz a népedre, Mátyás. Ügyesek, dolgosak, és meg is van az eredménye. Dús a vetés, zöld a határ. Jó-jó, de mi van Jánossal? Milyen? Ja, a Jánossal. Nos, ismerőse ez a gyakú, kedves Mátyás. Na, majd meglátjuk, mit mond János. Arra én is kíváncsi vagyok. Adjon Isten, felség! Néked is, juhász! Mi újság a tanyám? Nincs semmi, ha csak. Az nem, hogy oda az aranyszőrű. Mert hogy? Megették a farkasok. Nem jó. Adjon az Isten jó napot felségednek. Néked is lesz. Mi újság a tanyám? Nincs semmi. Vagyis hogy? Az nem, hogy oda az aranyszőrű. Mert hogy? Beleesett a kútba. Á, ez se jó. Meg kell mondani az igazat, és utána világgá menni, ha jó uram le nem nyakasztod azon nyomban. Thank you.
próbáltad elő. Felkészítőjük Móricz Miklós. Thank you.
Miklós Tina és Valóvizó 5. osztályos tanuló Kúrián játszanak. Felkészítői Sipos Géza.
szívból táncolnod elő. Csicseri bosszóban lencse, csicseren sok a szerencse. Nagy a falu, eszer, kettődik a mese.
napot. Thank you.
A Rádóvi Csibolt Tojás című népese következik. Előadja a harmadik A-osztály. Felkészítőjük Dobó Imréni. Oh,
tojásban. Miért is te ültünk türelemmel még egy-két napig az odasz Isten adta csikó tojáson? Fia úr, Andere, találtam még egyet! Az oda is volt az ötlet a között, ha meg nem haltak. Thank you.
van csíntelésen. Az első végosztályú sorát láthatják. Felkészítőjük Csányi Ávoda. Azt mondja,
aki miánk bánészkodik, az mi közén kívánkozik. Aki minket kinevet, egyed meg az egeret. Csendessétek, most én beszélek, hozzám nekünk a lányukat. Sárga cipó, arany gyerek, a bőlemény derék gyerek, szorgalmas és nagyon dolgos, ügyes, vidám, takarékos. Három!
Szentesiné Bozsó Éna. Thank you.
bátor, szülőhelyem inkubátor. Mondják, hófehérkét hol lakik? Ott fekszik a sarokban, egy kopott ócska koprócban. Mit látok a kornál? Milyen apró, kicsi láb. Lehet úgy 46. A lányzat írt. Ó, te tüzes hajadon! Mi mászik a hajadon? Örök fehér, mint a kátrány, de nálam ez nem hát. Csak a nyomuk hajbodra, hát ha felkelsz, még valamit.
mit hoztál ma? Egy vásári komédia, melynek címe A Lónapért Menyasszony. Előadja a 7. A osztály felkészítőjük Balogné Tóth Szilvia. Ideje volna már, hogy valami szemben, hogy jön a manciló. Hé, nem érdekes, Gendert.
erős legények katonának mennek, öldöklő csatában kivéve megszerelnek. Csak az marad itthon, aki hitványúja, a sok szép reányzót megíti a vila. Régóta virul már fejemen a párta, de nem még csak lécát eddig a szívára. Egy-két mesterlegényt kértek ezen párszor, magát illendőnek hittelőd ajánlott. Még hogy én mesterlegény, nagyfalú és nyelves, aki ezt akarja, épp az már sosem lesz. Boros kancsót húzok szét a fején nyomban, a leánykérésbe csúnyán belerokkam. Ám de egy deáknak szívem odaadnám, ott állni büszkén vonulnék a karján. Este pátyolgatnám, reggel ébrezgettem, Attiláját magam gombolnám be mellé. Az ülete alatt megfűnnem a zsámot, úgy raknék elé a szalonnát pohárból. Nincsen asszony, aki boldogan ne nézze, amint jó étvágya friss öbölget férje. De hiszen mit látok, korazottan borrát, amivel a bölcsek sorkukat kocsolják. Ha bár nem jönöm most fejérésnek írni, meghúzom a kancsot istenesen, így mint. Mű a teremtési, ez aztán a vége. Egy jó számára jött az ital beléje. A közben a lépem, még berúg az áldot, és nem venném szívet. Jó napot kívánok! Isten hozta hozzám, fejed napja boldog. Ez biztos a deák, kiló a házszónak. Ábrázat a oldal, csak ára gagolynak. Szemében szerelmet az emberi vagyoknak. Kerüljön hát bejje, foglaljon helyet át. Kóstolja meg, kérdés ezt a kiosztettel. Aztán mondókáját adja elő rendre, jöttem a portikát busztálni. Mondja, hány év, Csomi? Csont? Hú, hű, milyen gorombas hírek, nem beszélek. Talán illetem, hogy nem tanultam, mert fiúskolában kell. Megszületem szépen, szívén hogy a sorság. Lám a portikának. Milyen népre hallgat a királynő ösvény, kinek színe maga a verőfény? Ez már illő beszél, kicsinál tebe. Ifjúnak nem ifjú, de még nagy a hebe. Remélem, hogy azt is kiértem. Ha értelek hozzá, kedves lesz, nekem ne lángoljon, csak bírja a hámot. Legyen engedelmes, vagy hátára hágó. Karát ne dobálja, mikor sarkantyúzom, mert az ostorommal a nótáját elhúzom. Milyen a jámborát, meg tudja mentem. Földben nem utazok ott hozzám kedvet. Nehetem, nehetem úgy is, ne szöked az ember. Majd én nagyon bellek az Isten nevet. Csúkot, én belőle, Zsuzsi nem volt csúkot. Még hogy most jobban a nótámat elhúzod, majd én húzom a nótádat, te szörnyűre. Istenemre én úgy beszélek, ahogy kell. Mitől bőszült így ezt? Részeksz? Isten úgyse. Sose hittem volna, hogy egy asszony súlyt lesz. Jaj, a fejem, hátok, derekam, jaj, jaj. Ez eszelős, mint a szünet nélkül vakta. Így az áldó, hogy mi politikai? Ennek felesett tréfa, ezek felekednek. Édes úrfa, mondom, ki ezt a korlogan fráter? Ki rátámad ezt a réken, nyasszonyom? Balkány réken, végre, látok a baját. Nyughassatok végre, értem én a dolgot. Plúd, csalak az estet, belőlük vonodok. Senki sem az, aki itt benn látszik. Az egyik lett a másik, s másik lett az egyik. Én a deákonak Klócsiszárat vértem, s Klócsiszár játszott a deák kezében. Jaj, nem hallanak, nem! Szép fogom őket, szép fogom a mentem. Jesszus, ott mi történt? Megháborodtam? Még mennék egymás, ki lesz velem aztán? Mit érő lehet, jaj? Tizen gyorsan állítaná, abban, hogy leköltöm. No, így békességes, ilyen csöndességgel, vessék meg egymást, megkövetem szépen. Édes uram, a tündér lánca az én arám, úgy ér. Ez csak a szolgáló, az emlékszer rája. Ő hozta a bort be, mikor a csizmádon még verted a bort le. Menj azt mondjam, itt áll, csatakosan tépe. Ez a ramazonnak válna a díszére. Kíme, ő a lányom, kíme a márkát. Egy, s csókod meg bíró szirócáját. Az már nem, együtt már csak is elmérőre. Régen fogadalmat tettem édeszüleimre, hogy én csupán akkor házasodom, hogy egy nő szépségével letaszít a port. A neki szépségével több vagy előre. Többször húzta a nyújtámat ez a nőre, és mi akkor is húzott oda, fogadalmam állnám, feleségül kérem, hagyj hozzám bátyám. Hely, borszabadta! Kupács kell, hogy kérni! Gondok el kell mennek, vagy feleségül? Igaz, a lovájét jöttem idején csak, ám de hogy tegyek a lovával csörcsak. Látta, az vigyem el a lányát, látta, a lányának a szolgáló tetszik, ső is a deák.
Nincs a vezértársa, s pedig egy kura. Mit szól hozzá rá? Lelenjük szó, a sors akarata szerint legyen, hogy Fruzsinak hozzám én a locsiszárhozom, én hozzám meg jöjjön a kundérlánsa. Így lopják az időt, órát vitáznánk, nekem édes minden kivesül a pártán. Legyen a csiszár, az érte legyek fárja, hiába is várnék, vitézzek, beáltra. Ilyen boldogságot, nincs vagyonom pénzem, de az életem szép emberrel élem. Nem addig mondaszám, Zsuzska, te kis okos. Azt hiszed, hogy gazdád, fűszívű és gonosz. Régen megfogadtam, hogy ha valaki megkér, olyan hozományt azt, a lányom lennék. Nos, kihatnám fel a népre, a nagy kérdésre, arra, hogy ki várják belelé, a nagy felfordulásban, és megkövetek szépen barát, mindenki, így úgy hát végre. Thank you.
az 5. osztály szerint mindenki másképp csinálja. Ez műsorszámunk címe. Felkészítői Varga Ildikó és Taliné Gyuri és Mária.
ninja girl. This is the story of a good little girl who listened to her mother most of the time. Good girl, good little girl. She listened to her mother most of the time. This is the story of a girl and a wolf. They called her Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. How did she ever get a name like that? Like what? Like Little Red Riding Hood. How did she ever get a name like that? Little Red Riding Hood was a good little girl most of the time. Was she good? Yes, she was. Was she very good? Yes, she was. Did she listen to her mother? Yes, she did. All of the time? Most of the time. Wake up, it's time to get up. Something smells like peanut butter. Something smells like chocolate. Chocolate peanut butter of cakes. Chocolate peanut butter of cakes. Please, sit down. It's your breakfast. This cake is organic. She smoked alone and drinking bed. Here's a sister this morning. Poor Granny, what a shame, home alone and sick in bed. Poor Granny, what a shame, home alone and sick in bed. Poor Granny, poor Granny, I go to see her. No, Little Red Riding Hood, please sit down and listen to my girlfriend. Yes, ma'am, I listen. Go straight to Granny's house. Yes, ma'am, I will. Don't talk to strangers. No, ma'am, I won't. Be careful. Yes, ma'am, I will. Watch out for the wolf. The wolf is big, the wolf is bad. Watch out for the wolf, watch out. Good morning, my dear. How are you this morning? I'm fine, thank you. Just fine, my dear. What's your name? Don't tell. Mama told you not to tell. Mama told you not to tell and not to talk to strangers. My name is I'm very happy to meet you. What that man? Do I smell cakes? Yes, you do. Chocolate peanut butter cakes. Mama ate them for Granny. What a nice little girl. Where does Granny live? Don't tell. Mama told you not to tell. Granny lives in the little green house. Why don't you pick some flowers for Granny? What a good idea. Don't stop. Mama told you not to stop. Little Red Riding Hood. Come in, my dear. You, Granny, it's me, Little Red Riding Hood. Come in, my dear. Come in and see your Granny. Come here, my dear. Oh, Granny, what a big ears you have. The better to hear you with. What a big eyes you have. The better to see you with. Oh, Granny, what a big teeth you have. The better to eat you with. Oh, no, we told you so, What's that song? Very low. I stop and see if Granny's okay. Look at that wolf in Granny's belly. I think he goes around. The hunter cut a hole in the wolf's stomach. Good heavens. And this is Granny. Thank you.
következő ökölödöm kérését teljesítünk. Ismét meghívjuk stúdiónkba a Gunyós család egyik tagját. Üdvözöllek az önök érték műsorában. Az utóbbi időben az a hosszabb írtek, hogy bizonyos fokról Gunyós Bercére, Nyugi Bercére változtattad a nevedet. Mivel foglalkozol? Általános iskolatoló vagyok. Már 10 éve. Azt is lehet mondani, általános iskolai verekedő vagyok, illetve voltam. Hallhat neked képvős tetted? A múltkor úgy szájon vártam a srácot, hogy neki esett a térképnek, és a feje a túlnon jött ki, a csendes óceánnál, úszott a havokban. Látom, földrajzot értesz. Csak a csendes óceán tudom, mert ott jött ki a feje, és mit megjegyez az ember? A történelmet is ilyen jól tudom. Csak az osztályharcot. Ahogy a múltkor, azt szokott történelm órán, de szó ütötte meg a fejemet. Osztályharc. Na, gondoltam, jó lesz odafigyelni, mert megint biztosan én rólam lesz szó. De ebből a bújból kimaradtam. Ezt más csináltam. Meg is nyugodtam, hogy én csak egy jól bevártam nyomány folytatok végre. Gondoltam, én sem maradok le hallatástól. Órán csináltam a sárkodikében, akkora osztályharcot, hogy az egész osztályharcot. Sírálgós. És hogyan lettél? Hogy túlterheltek-e a mai gyerekek. 33.400
töltöttek. Jó időbeosztása. Ami nem olyan fontos, azt hanyagolom. Például a cipőtisztítás. Úgy is sokszor van esős idő. Vagy a mosakodás, hiszen minden nap húzom. Most már csak annyit árulj el. Persze, csak ha nem zavar a tévé nyilvánossága, hogy miért hívnak ötlet borsolyának. Az ötleteim miatt. Amióta a nagymama fekvő beteg, és nincs aki cipelje az iskolai cuccaimat, a könyvből, mindig csak azt a lapot hordom magammal, amelyikre éppen szükségem van. A tornaruha is állandó rajtam van. Most foglalkozom azzal a gondolattal, hogy a tangó harmonikáról áttérek a szárny harmonikára. Egy testet még így is cipelnem kell. Ez az ötletek miatt szükséges. Ebben hordok persze a ötleteidről a megjegyzéseket. Dehogy! Az elemózsia van benne, ugyanis kaja nélkül nem támad egyetlen ötletem se. Köszönöm.
Köszönöm.
Ma este 10 játékos fog egymással versengeni. Nézzük, ki tud. Júli vagyok. Köszöntöm a kedves nézőket. Hamarosan a Delta adását láthatja. Jaj, elnézést, eltévesztettem a stúdiót. Nem baj, Kudrik Júli vagyok. Már 500 éve dolgozom a Magyar Televíziónál. Chuck Norris. Hófehérke vagyok. Heted 7 országból érkeztem. Már nem győztem a 7 törpe etetését, nem beszélve az itatásukról. Ezért eljöttem játszani, hát ha megnyerem a fődíjat. Okos Kolos vagyok. Kérdezzetek bármit. Olyan vagyok, mint a tudós enciklopédia. Tudni, hogy én viszem a bárbát. Szerény Szilvia vagyok. Hát nem is tudom, hogy... Szóval nem is tudom. Ha nyernék, a zöld békák megmentésére adnám a pénzt. Nekem szerényének nincs szükségem semmire. Álmos vagyok. Nem tudom, emlékeznek-e rám. Úgy 1000 éve bejöttünk a Kárpát-medencébe partitársammal. Azóta próbálkozom, hát ha most nyerek. Miközben vagyok. Jaj, nemrégiben vesztettem el szegény uramat. Sajnos magával vitte az összes vagyonunkat, az a fél lókötő. Azóta nem próbálkoztam, a Moszkva sohában is. Amúgy kukutyimból jöttem. Új, a neve Pamela. Most éppen elengedtem a bégacs fogatásáról. Szeretném bebizonyítani, hogy a szőkevés viccek nem igazak. Nem csak szépen, de okosak is vagyunk. Los Angeles-ből érkeztem. A bemutatkozások után kezdődik a játék. A mai játék rendkívül lesz. Mindenkinek felteszek egy kérdést. A válasz azonnal tudni kell. A játék végén szavazni fognak. A műsorunk rövidsége miatt csak egy játék időre van idő. A mai játékban az lesz az összes, akik a legtöbben kiszavaznak. Ma a legnagyobb válaszában. Kezdődjön hát a játék. Júli, melyik az a műsor, amelyben Antalinra a műsor vezetője? A szeszélyes évszakok, vagy a veszélyes évszakok? A szeszélyes évszakok. Igen. Chuck Norris, ki volt az az építés, aki a Jingling kínai formátot tervezte? Passz. Mautu Penyán. Hát, színpadon emeljen meg eltűnne a sülyeztőben. Köszönöm, Panna. Ha van egy ember, aki a 10. emeleten lakik, de mivel 120 cm, így csak a 5. emeletre tud felmenni. A kérdésem, milyen hitelt vegyem fel az OTP banktól, hogy földszintű lakást tudjon vásárolni? Hát, fasz. Gyors hitel. Szent Demetszer. Hogyan hívták a Nautilus kapitányát? Nemo kapitány.
osztályom nem az önök kertjében. Mi van? Elhagyták az olvasó szemüket? Szavazzanak! Ki a legyengébb lánc? És most a reklám következik. Yeah.
találni, mint a miénk, kereke világon. Elég volt, Csókos, ülj le, még nem tartunk a foglalnál. Kár, akkor mondani igenis. Én igazán szívesen felelik elsőként, de ti tudni, hogy én mindig készültem, felkészültem, úgyhogy tudom, fiam, de most menj csak be a helyedre. Kár. Te rész, kérlek, gyerek csinálni. Kedvesen, de miért tűntél szerintem be, de jobban van felállni. Nos, a készültem be járt, fiú. Igen. Hol van csak, gyere gyorsan. Nos, fiú, mit látok? Egy lány. Úgy van egy lány, és honnan tudni róla, hogy lány? Onnan lehet róla tudni, hogy lány, hogy nincs neki minden, ami egy fiúnak van, de minden megvan, ami egy fiúnak kedves. De Csókos, te már megint összetéveszted a magatartást, nem urát a szülőt. Ülj le, fiam, ki mondaná meg a helyes választ? Szintén, fiam, te tudod? Abban, hogy egész más, mint ő. Egész más, vagyis... Jól kezdted tovább. Egy lány mindig szép, csinos, ápolt, kedves, szerény, jóságos, okos, megértő, szelítszomú, türelmes, szorgalmas, vagy egy szóval szeretetre mérsz. Szuper szeretetre mérsz. Bravo, Cidi, szépen megtanultad. És mondd csak, fiam, mi lesz egy lánynak is elmennék mondani? Egy kettesben? Hát persze, emlékezz, mint magyaráztam mindig. Azt tetszett magyarázni, hogy nem az iskolának, hanem az életnek a... Jól van, de Cidi is tudta volna. Már megint be van reszelve, hogy mi lesz ebből az életben. Rámenősebbnek kell lenni kisapám, azt komálják a csajunk. Kislán vagyok, kérem, nem az utcán, ne ugráljuk össze-vissza a nagyobban. Mi következik a baj? Jó, tudom már, következnek a lány részei. Lapaj, lapaj, hányszor mondtam már, hogy nem a lány részei, hanem a lány halmata. És hányféle halmatát különböztetjük meg? Hányfélét is. Ja, tudom már, a lánynak kétféle alkata van, úgy, mint testi alkata és lelki alkata. Helyes nap, hogy leülhetsz. Melyik alkata fontosabb? A testi, drága tanárnő, kérem, csak is a testi életlenül, tanárnő, kérem. Neked, édes fiam, neked. Neked is. Eljött, fiam, arra vagyok kíváncsi, amit tanultunk. Igen, is. Nekem a lelki alkata fontosabb, sokkal fontosabb. Nekem most sem szállta egyáltalán is neki testi alkata. Az anyukám szerint mindennyian csak felnőtt korában 40 és adja haza a fizetését.
másokat néz idegesen. Legyen kedves, udvarjas, jól nevelt, kegyensúlyozott, okos, nézzen el a lányok sok gyengéit. És ne, nem tudok. Nem a fiam, így is tudom. Egyetlen dolgot felejtettél csak. Az ideális fiú tudjon bókolni, mert azt minden lány szereti. Ugye, kedves szépségeim? Szabadhatatlan, hogy a bók is nagyon fontos, de csak is a többivel, amit úgy látom, egyedül szintít a bók megtisztességesen. Te például, hogy tanulnának is jelentett a kőtanulása helyett? Tanárnőnek jelentem, van akinek az elmélet az erőssége, van akinek a gyakorlat. Mit jelent az, hogy az ideális fiú lánya a szemben mindig becsületes és őszinte? A fiú mondja meg a lánynak becsületesen, hogy ne haragudjon Mária, de nem jár csak úgy együtt, mert részében már foglalkozik. És tegye hozzá őszintet, ronda vagy akár világháború. Jövőre már a középiskolás tananyaggal.
figyelmet és a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm Erdő Lili Kórakönyvnek a műsorvezetést, a folyamatos műsorvezetés, és következik akkor a tombola sorsolás, amelyet